Az emberi élet a bölcsőtől a sírig egy hosszú utazáshoz hasonlítható. Minden évforduló egy-egy mérföldkő az élet útján. Ha ilyenkor visszatekintünk a megtett útra, azt láthatjuk, hogy a mögöttünk lévő út mindig hosszabbodik, az előttünk lévő pedig egyre rövidül. Azt is megállapíthatjuk szomorúan, hogy egyesek lemaradtak, akikkel együtt indultunk az év elején. Elkísértük őket utolsó útjukra, a temetőbe. Mi még meddig megyünk tovább? Isten tudja csak. Életünk ideje az ő kezében van. Ma egy ilyen mérföldkönél időzve, csendesedjünk el szívünkben, Isten előtt, és köszönjük meg áldott vezetését. Örömben és bánatban egyaránt részünk volt, de kegyelmes atyánk átsegített a bajokon, és megtartotta életünket. Mai szolgálatunkkal szívünk hála áldozatát kívánjuk bemutatni Isten előtt minden jó téteményéért, melyet velünk cselekedett. Dicsérjétek az Urat, magasztaljátok az Urat, mert jó, mert örökké való az ő kegyelme. Kibeszélhetné el az Úr nagy tetteit, és jelenthetné ki minden dicsőségét. Boldog, aki megtartja a törvényt, és igazán cselekszik minden időben. Emlékezzél rám, Uram, népedhez való jóságodért. Jöjj el hozzám szabadításoddal, hogy láthasson választottaidhoz való jóvoltodat, és örvendezhessek néped örömében, hogy dicsekedjem a te örökségeddel. Hála. Uram, a szívem háladalba fog. Megköszönök neked minden napot, melyen szereteted érezhetem, minden parányi fényt az életen, minden vígaszt, sivatag út alatt, minden mosolygó, meleg sugarat. Vihart ígérök bár a holnapok, te vagy, aki a szívem bíztatod. Ha ma egy porszem terhet hordozok, talán te holnap le is oldozod. S hogy adjak hálát, hogy te szüntelen, amerre járok, ott vagy én velem? Minden kicsiny madárka énekét, minden bajt, mert hozzád visz közelebb, minden egyes nyugalmas percemet, tovasuhanó minden felleget, cseppecske boldogságot, örömöt, újongó háladalba köszönök. Minden egyes meleg tekintetet, minden egyes virághintő kezet, minden testvér szívet, értem dobbanót, közösen hívő, hordozó erőt. Mindezt az üdvöt, itt és odafönt, köszönöm, mindörökké köszönöm. Tied a dicséret. Téged dicsér az én lelkem, mikor a nap felkel. Téged hívlak segítségül minden áldott reggel. A te áldott szent nevedben kezdem a munkámat, s tiéd szívem akkor is, ha örömér vagy bánat. Tudom, minden javamra van, ha szeretlek téged, s tudom azt is, hogy mindenért
tied a dicséret. Téged hívlak, téged áldlak, ha nyugodni térek, legyen egész életemben tied a dicséret. Minden javunkra van. Új esztendő, nem tudja senki sem, hogy mi vár rá, merre, hová lép. Az ismeretlenség ködébe rejtve, mi van, örvény, orom vagy szakadék? Nincs kikövezett út, egyenes pálya, biztos cél felé vezető sinek. Hogy a holnap titkát is kitalálja, nem adatott meg soha senkinek. Úgy megyünk a jövő felé, akárha sötétbe lépnénk, de örvény, verem felett jó tudni. Védőn alánk tárja hűséges karjait a kegyelem. Öröm, bánat, élet, halál, akármi jöhet. A szívem mégse nyugtalan. Tudom, kik Isten szeretik, azoknak minden javukra van. Ékezet. Szerettem volna nagyra törni, megfejteni a titkokat, s a gondolatnak fecske szárnyán bejárni kéklő ormokat. De lassan-lassan, már belátom, merőben más az én utam. A hétköznapok dzsungelébe parancsold vissza, jó uram. Ormok helyett a földön járni, apró csatákat nyerni meg. A sorsom ez, s nem zúgolódom. Ti se szárnyatok, emberek. Apró csavarnak is kell lenni, hogy jól menjen a gépezet. Parányi jel, s mégis szükséges, némely betűn az ékezet. Thank you.
fávó gazda. Messzi földön, északtájon, sarivái ősvadonban élt tanyáján fávó gazda, békességben, nyugalomban. Viaskodott kemény téllel, a sok munka égett kezén. Bizodalma az Úrban volt, ez éltette, meg a remény. Istentől várta az áldást, túrta földjét kőkeményen. Asszonyával, gyermekével éldegélt ott gyérkenyéren. Árkotásott, szántott, vetett, jött a tavasz, hó elolvadt, s a hólével ment a mag is. Ami maradt, ki kell holnap, hitte, s kikelt. Jött a nyár is, jégzápor a vetést zúzta, korai őszlehellete maradékát jégbe húzta. Haját tépve szólt az asszony, pávó, pávó, átok verte, elhagyott minket az Isten, koldusbot vár gyermekedre, éhen halunk mind a hányan, hogyha koldulni nem megyünk. Pávó, pávó, Isten verte, mondd meg nékem, most mit tegyünk? Nem könnyű az Úr keresztje, ne neheztelj, asszony, ezért. Pávó így szólt halkan, csendben, megfogva a párja kezét. Küzdünk bízva, amíg élünk, félvén tovább is az Urat. Megpróbál minket az Isten, így mutat ő nekünk utat. Nyírfa kérek fehér háncsát, porrá törve kevés lisztben, ezt tesszük majd kenyérgyanánt, erősödvén így a hitben. Nyírfa kérek sült kenyérbe, pávó ásott még több árkot. Juhait ő mind eladta, rozsot vett és újra szántott. Jött a tavasz, hó elolvadt, gazdagon sarjadt a vetés. Jégzáporral jött a nyár is, s nem maradt rozs, csak egy kevés. Ringó vetés telt kalászát aratásra mind meghozta. Őszfagya is megérkezett, s ami maradt, elorozta. Jajgatva és haját tépve átkozódva szólt az asszony. Pávó, pávó, átok verte, magunk fajta már meghaljon. Rossz meghalni, ám de szörnyűbb élni most már nékünk itt. Tudván tudva, hogy nékünk, hogy bennünket, immár elhagyott az Isten. Nem könnyű az Úr keresztje, ne neheztelj, asszony, ezért. Pávó így szólt halkan, csendben, megfogva a párja kezét. Küzdünk bízva, amíg élünk, félvén tovább is az Urat. Megpróbál minket az Isten, így mutat ő nekünk utat. Kétszer annyi nyírfa kérget tégy a lisztbe, én kedvesem. Szélesen mély árkotások, s az Úrra vetem tekintetem. Még több kérek sült kenyérbe, szélesen mély lett az árok, marha árán rozsot vett ő, reményt vetett, s újra szántott. Jött a tavasz, hólé csordult, ár nem vitte el a vetést. Jégzáporok messze jártak, nőtt a kalász, nem is kevés. Nyár érlelte, szellő járta, aranysárga lett a határ. Szelíd őszben az aranydísz erős, éles sarlóra várt. Pávó térdre rogyván, megerősödve a hitben, könnyes szemmel csak suttogta. Megpróbál, de el nem hagy minket az Isten. Csendben, halkan, kézen fogva imád cseperedő fiát, mellé térdelt hűtársa is, s együtt rebegték az imát. Szólt az asszony vidám szóval, pávó, pávó, deréktársam, vár a sarló, nosza, rajta, sok-sok éve erre vártam, boldog napok virradnak ránk, szűkös napok véget értek. Pávó, pávó, deréktársam, öröm lesz itt már az élet, tiszta rozsból sült kenyeret fogunk eztán mindig enni, nem kell többé nyírfakérek tört porát a lisztbe tenni.
Pávó halkan, csendben megfogta a párja kezét, s boldog, büszke szeretettel ráemelte szelíd szemét. Asszony, asszony, én kedvesem, Isten próbát tett mi rajtunk. Kitartásunk jutalmáért bő termést most ezért kapunk. Mindörökre méltatlanná válnánk fenn a magas égben, éhezőket, hogyha hagynánk elveszni most éhínségben. Ezután is nyírfa kéreg lesz kenyerünk fele része. Én kedvesem, elfagyott a szomszéd testvér rozsvetése. Egy olyan igét szeretnék nektek elolvasni, ami a közelmúltban került nagyon közel a lelkemhez, és örülök, hogy a verseitekben, énekeitekben is hallottam olyan kifejezéseket, amelyek visszhangoznak ebben az ige szakaszban. Tudniillik, az Isten világosságot gyújtó hatalmáról szól ez a rövid két ige vers. Korintusi második levél 4. fejezetének a 6. és 7. versét szeretném nektek elolvasni. Az Isten, aki szólt, sötétségből világosság ragyogjon, ő gyújtott világosságot a mi szívünkbe, az Isten dicsősége ismeretének a Jézus Krisztus arcán való megismertetése végett. Ez a kincsünk pedig cserép edényekben van, hogy amaz erőnek nagy volta Istené legyen, és nem magunktól való. Arról olvashatunk ennek az igeversnek az elején, hogy Istennek teremtő hatalma azt jelenti, amit olvashatunk a Biblia legelső lapjain, hogy ő szól, meg lesz, parancsol és előáll. Azzal kezdi itt Pál apostol ezt a kijelentést, hogy Istennek akkora hatalma van, hogy azt mondja, hogy legyen világosság, és azt mondja a Szentírás, lett világosság. És azért került közel hozzám ez az ige szakasz, mert Istennek a teremtő hatalma nem csak a világ mindenségben, a földünk fenntartásában mutatkozik meg, hanem a személyes életükben is. És számomra az Isten teremtő hatalmának ez a munkája ugyanakkora csoda, mint hogy kezdetben Isten szólt, hogy legyen világosság, és lett világosság. Miről is szól ez a kijelentés? Azt mondja Pál apostol, hogy az az Isten, aki egykor világosságot gyújtott a sötétség felett, ugyanaz az Isten munkálkodik az emberi szívekben. Legyenek azok az emberek gyerekek, 1, 2, 3, 4 évesek, vagy ifjúk, vagy fiatalok, vagy felnőttek, vagy idősek, ugyanez a teremtő Isten munkálkodik értük. És az ő munkálkodása az emberi szívekben ugyanolyan hatalmas, mert azt mondja, ugyanaz az Isten szól, hogy egy-egy emberi szívben világosság gyúradjon. Miért? A mi szívünkben sötétség van. A Biblia arról beszél, hogy mi születési adottságunknál fogva emberi természettel bírunk, ami bűnre hajlamos.
Azért mindannyian látunk egész kicsi gyerekeket, most nincsenek közöttünk ilyenek. Emlékezzetek csak vissza, amikor találkoztok egy kis tökmag, egy-két éves gyerekkel. És csak mondjon valaki nekik nemet. Hogy tudnak toporzékolni, hisztizni? Vagy mondasz neki valamit, és szemedbe mondja, hogy nem. Erre mondja a Szentírás, hogy mi, amikor megszületünk, erről nem tehetünk, de ilyen örökséggel születünk a világra. Hogy bennünk van az önző emberi alaptermészet, amit, hogyha hagyunk, hogy így maradjon, soha nem leszünk boldogok, és nem érthetjük meg, hogy mi az igazi élet ezen a világon. Na, ezt nevezi a Biblia sötétségnek. Tehát minden kisgyermek is, fiatal is, és felnőtt is ezzel az alaptermészettel küzd, hogy önzőek vagyunk, és sötétség van bennünk. Mekkora hatalom akkor az, amit az Isten megígér? Azt mondja, hogy ő ezt, mint teremtő Isten ígéri meg, hogy aki egykor szólt, hogy legyen világosság, tud szólni a mi emberi szívünkbe is, hogy a sötétséget váltsa föl a világosság, hogy mi meglássuk a világosság forrását. Ugye kicsit nehézkes itt a kijelentés, hogy azért gyújt világosságot, hogy mi az Isten dicsőségét megismerjük Jézus Krisztuson keresztül. Ő azért gyújt bennünk világosságot, hogy mi odajussunk, hogy meglássuk, hogy mi sötétben vagyunk, de van a világosságnak forrása. És azt mondja, az a világosság, amit az Isten gyújt a mi szívünkbe, az egy kincs. Az egy óriási kincs, az ember élet legnagyobb kincse. De figyeljetek csak, hogy hova helyezi az Isten ezeket a kincseket. Azt mondja, ez a kincsünk pedig cserépedényekben van. Én nemrégen csodálkoztam rá az igeversre. Nem tudom, hogy el tudtok-e képzelni olyan gazdag embert, akinek ha valami nagyon-nagyon értékes kincse van, és meg akarja őrizni, belerakja egy cserépedénybe. Vállalva azt a rizikót, hogy az eltörhet, és vége van, és oda van a kincs. Micsoda ajándék, amiről beszél nekünk ez az igevers Pál apostolon keresztül, hogy Isten az ő hatalmas kincsét, hogy egy ember megismerheti a világosság forrását, megismerheti az atyát, és megismerheti Krisztust, és megváltozik az élete. Ezt a kincset ő cserépedényekbe helyezi. Nekem azért tetszik ez a kifejezés, amit Pál apostol mond, mert a mi emberi mulandóságunkat, törékenységünket nagyon jól kifejezi. Nem tudom, van-e olyan kedvenc tárgyatok, ami törékeny volt és eltörött. Nem tudom, hogy éltétek azt meg, hogy valami nagyon kedves volt, és egyszer csak lepottyant az ügyetlenségetek miatt, és eltört, és vége volt. Vagy anyunak, vagy apunak, vagy nagymamának valami kedvenc tárgyát lejtettétek, és oda volt. Mit szoktunk egy ilyen törött cseréppel csinálni? Hát én már próbálkoztam, hogy volt egy kedvenc vázám, összeragasztottam. Hát nem sokáig tartott, megmondom őszintén, úgyhogy kidobtam. Mit csinál az Isten azokkal az emberekkel, akiket cserépedényhez hasonlít, és bizony törékeny a mi életünk? Én szeretném, gyerekek, a fiatalok, a szívetekre helyezni ezt az igét, hogyha nagyon nehéznek érzitek az életeteket. Valamiben nagyon nagy kudarcot vallottatok, és esetleg elestetek, valami nagyon fáj, hiszen mi cserépedények vagyunk. És nem attól vagyunk értékesek, mert magunkban van az értékünk, hanem attól a világosságtól, attól a munkától, amit az Isten belénk helyezett. Azt mondja, ez a kincsünk cserépedényben van. Milyen jó nekünk, hogy nem kell szégyelnünk a gyengeségünket, nem kell szégyelnünk a kudarcainkat, nem kell szégyelnünk azt, hogy eleséseink vannak, hogy válságokon, hogy kríziseken megyünk keresztül, hiszen cserépedények vagyunk. Egy cserépedény az törékeny, annak a tulajdonságában benne van. És az Isten méltatja a cserépedényeket arra, hogy a kincseit ő beléjük helyezze. Micsoda ajándék ez? Nem azért vagyunk értékesek, mert cseréből vagyunk. Ezért vagyunk törékenyek, ezért vagyunk esendők. Hanem attól vagyunk értékesek, hogy az Isten az ő kincsét belénk helyezte. Hogy mi megismerhetjük őt, és megismerhetjük Krisztust, és tapasztalhatjuk az életünkben, hogy ez milyen csodálatos dolog az életben. És a vége egy csodálatos kijelentés, amit Pál apostol mond. Miért is helyezi az Isten a kincsei cserépedényekbe? Hogy amaz erőnek nagy volta, tudnillik ez a teremtő hatalom, Istené legyen, és nem magunktól való. Csodálatos az a befejezés. Azt mondja az apostol, hogy
Ezt Isten mindazért, azért teszi így, hogy nehogy már büszkék legyünk, nehogy beképzelté váljunk, és fölfújjuk magunkat, hogy kik is vagyunk mi, hogy mennyivel különbek vagyunk mi a többi cserépedénynél. Esetleg nekünk csak egy kis fülünk tört le, vagy egy kis darab valami törött le. Milyen csodálatos, hogy Isten azt akarja velünk megértetni, hogy mi mindannyian egyformán törékenyek vagyunk. Az ő szemében egyformák vagyunk, de abban is egyformák, hogy a kincseit belénk akarja helyezni. És azt mondja, hogy ezért az a nagy dicsőség, az erőnek a nagy volta nem az emberi, hanem az Istené. Az Istené a dicsőség azért, hogy méltat erre embereket. És legvégül még egy történetet szeretnék veletek megosztani, amit már régebben ismertem, de hogy ez az igevers közelebb került hozzám. Ezért most szeretném nektek bejátszani ezt a kis rövid filmet erről, hogy ugye mondtam azt, hogy ha összetörik a cserépedényünk, általában kidobjuk. Lehet, hogy valaki mint erekét megőrzi, de a legtöbbször a kukába landolnak a törött cserépedények. De vajon mit csinál Isten a törött cserépedényekkel? Akik esetleg nagyot buktak az életükben, nagyon nagyot. Azután már nem értékesek az ő szemében? Emlékezzünk csak vissza az igeversre, hogy mi adja az értékét a cserépedénynek? Az a világosság, amit belehelyezett Isten az emberbe, a cserép edénysége ellenére. És most lejátszom ezt a kis egyszerű történetet, megszólal benne egy törött cserépedény. Remélem, hogy sikerül elég gyorsan elolvastom, ti is tudjátok nyomon követni, csak elég gyorsan váltanak a képkockák. Ez egy vízhordóról szól ez a történet, akinek volt egy egészséges és egy törött cserépedénye. És aztán majd a végén gondolkozzunk el, hogy mit csinál Isten a törött cserépedényekkel. Vajon kidobja őket, és azt mondja, hogy innentől kezdve mostan nem értékesek, mert töröttek. Vajon mit tesz az Isten velünk törékeny cserépedényekkel, ha esetleg nagyot törtünk, nagyon nagy darab letört belőlünk. Egy vízhódónak volt két nagy cserépedénye. Annak a botnak egy-egy végén lógtak, amit a nyakában hordott. Az egyik edényen volt egy repedés, míg a másik tökéletes volt, és mindig egy teljes adag vizet szállított. A pataktól a házig tartó hosszú séta végén a megrepett edény már csak félig volt vízzel. Két teljes évig ez így ment minden nap, a vízhordó már csak másfél edény vizet szállított vissza a házba. Két év keserűség után egyik nap megszólította a vízhordót a pataknál. Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé. A vízhordó így válaszolt a cserépnek. Észrevetted, hogy virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s nem a másik cserép oldalán? Ez azért van így, mert én mindig tudtam a hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Minden nap telocsoltad őket, amíg visszasétáltunk. Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztal díszítsen velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem ragyogná be a szobámat. Szeretnéd tudni, mi ebből a tanulság? Mi mindannyian törött cserépedények vagyunk, de a fogyatékosságaink is áldássá válhatnak Isten kezébe, ha szándékaink tiszták, és szeretnénk szolgálni másoknak. Addig nem lehetsz boldog, amíg nem tanulsz meg önzetlenül szeretni, és amíg nem találod meg helyedet a világban. Hát ennyi volt ez a történet, ami engem azért ragadott meg, mert én is sokszor érzem magam törött cserépedénynek. Nagyon sok hibám van. És most, amikor így zárunk egy évet, és egy ilyen hálaadást tartunk, akkor én úgy gondoltam, hogy ez az igevers egy alkalmas kijelentés arra, hogy elgondolkozzunk a saját múlt évünkön, hogy hányszor volt nagyon nagy törésünk. Esetleg nagyot buktunk, kudarcot vallottunk, keserűségeink voltak, nagyon nehezen jöttünk ki egy helyzetből, vagy akár most is benne vagyunk egy helyzetbe, ami még mindig nagyon nehéz, és nem látjuk, hogy hogyan jutunk ki ebből. Bárcsak a Jóisten megértetné velünk a mi igazi értékességünket. Nem attól vagyunk értékesek, hogy cserépedények vagyunk, és időnként eltörünk, vagy letörik egy darab belőlünk, hanem attól a kincstől, amit Isten ennek ellenére belénk helyez. Mert hogy ő tudja a gyengeségeinket. Nekem ez egy nagyon szemléletes történet, noha ugye nyilván nem szólal meg egy cserép a gazdájának, de azért mi mondunk ilyeneket, hogy Uram, hát nem látod, hogy én milyen erőtelen vagyok?
Nem látod, hogy én milyen gyenge vagyok? Hát milyen jó annak a másiknak, aki nem ilyen? És engem megszólított ez a kijelentés. Én tudom a gyengeségedet. Az Isten tudja, hogy hol vannak a töréseink, a repedéseink. Azt is tudja, mikor buktunk egy nagyot. De micsoda kegyelem, hogy az egyik cserépedény segíthet a másiknak. Én ajánlom nektek, hogy ennek az igeversnek alapján kezdjetek gyűjteni magatoknak történeteket a Bibliából. Olyan bibliai személyek életéről, akik nagyon nagyot buktak. És Isten nem azt mondta, hogy most már elfelejtettelek, szégyelnivaló, amit csináltál, hanem fölhasználta más emberek megmentésére az ő életüket. Én most csak kettőt mondok, de ennél sokkal több van a Szentírásban. Ott volt Péter, aki Jézus három tanítványai közül a legkedvesebb volt. Mi történt Péterrel, gyerekek? Biztos emlékeztek, fiatalok. Háromszor tagadta meg Jézust. Várható volt ez tőle, hogy ő háromszor megtagadja? És ő háromszor mondja azt, hogy én nem ismerem azt az embert. És mit tett vele Krisztus? Már arra is gondja volt, hogy üzenjen neki, hogy ne szégyen oda menni a többi tanítvány közé. Direkt üzent neki feltámadás után, mondjátok meg a tanítványoknak és Péternek, hogy én előttetek megyek Galileába, és ne szégyelj Péter oda jönni. És kidobta Pétert Krisztus, hogy most már te nem vagy méltó tanítványom, mert háromszor ekkorát buktál. Hogy állította vissza Pétert Jézus a tanítványi seregbe? Megkérdezte tőle háromszor, mondd Péter, szeretsz-e engem? És mind a háromszor miben erősítette meg? Abban, hogy nem vagy méltó arra, hogy te szolgálj? Legeltesd az én bárányaimat. Őrizd az én juhaimat. Azokat, akik hozzád hasonlóak, akik lehet, hogy nagyot buknak, nagyot törnek, de törekszenek egy jobb életre. Vagy egy másik példa, a Samária asszony története. Öt férje volt, és az akkori sem volt férje, akivel akkor élt, mikor Jézussal találkozott. Mit tett ezzel az asszonya Jézus? Na ez aztán igazán törött cserépedény, ugye, egy ilyen élet. És mit tett Jézus érte? A teremtő hatalmát, a világosságot gyújtott benne. Ez az asszony bement, és az ő nyomán emberek mentek Krisztushoz. Hallani akarták, ki az az ember, aki egy ilyen embert így megváltoztatott. Nagyon sok történet van még. Én kívánom, hogy keressetek, és amikor nagyon gyengének érzitek magatokat, és úgy érzitek, hogy ti semmire valók nem vagytok, nincsenek értékeitek, vagy nem látjátok kellőképpen, vagy nagyon küzdötök egy dologgal. Én kívánom, hogy ez az ige eszetekbe jusson. Az Isten kincsétől vagyunk mi értékesek. Az Isten világosságot gyújtó, teremtő hatalmától, ami képesít bennünket arra, hogy a törékenységünk, az esendőségünk ellenére mi mégiscsak az ő eszközei lehessünk, hogy segíthessünk a többi cserépedénynek. És végül is a legnagyobb ajándék, amit nyerhetünk, az a soha el nem múló élet, amit Isten ígért azoknak, akik éltek azzal a lehetőséggel, amiket ő felajánlott. Akik megismerik az Atyát, és megismerik Jézus Krisztust, akit ő elküldött, és élnek azokkal a kincsekkel, amelyeket ő adott nekünk. Hát erről szól a következő énekünk, hogy milyen élettel ajándékozott meg bennünket az Úr.